Hogyan tervezd meg az utazásodat, hogy a maximumot ki tud belőle hozni? Aktív pihenés, ahogy én csinálom. A videóban erre szeretnék tippeket adni nektek. Tartsatok velem! Mielőtt elkezdenénk megtervezni az utazásunkat, fontos eldönteni, hogy mi a motivációja az utazásnak. Ugyanis teljesen mindegy, hogy egy hosszú utazást tervezel, vagy éppen gyerekkel szeretnél kiruccanni, esetleg csak egy hosszú hétvégére a pároddal, tervezés nélkül biztosan nem fog a dolog megvalósulni. Én megmondom őszintén, nem hiszek abban, hogy majd csütörtökön kitaláljuk, hova megyünk hétvégén. Ez lehet, hogy egy kirándulásnál belefér, mondjuk belföldön, de hogyha akár egy hosszú hétvégét tervezel belföldön, vagy akár külföldön 4-5 napot eltölteni, akkor ez mindenképp igényel egy pici tervezést. Teljesen máshova megyünk, hogyha a gyerekkel szeretnénk menni, és természetesen máshova, hogyha kettesben szeretnénk egy pici időt tölteni. Egyébként mindkettőt meleg szívvel ajánlom, és attól, hogy esetleg édesanya vagy és családban éltek, lényeges, hogy minőségi időt kettesben is tölts a férjeddel, a pároddal, hiszen ez fogja megadni utána a lendületet ahhoz, hogy tovább menjél újult erővel. Na de nézzük, amikor például mi utazunk, mi alapján választunk. Amikor a gyerekkel megyünk, nagyon lényeges, hogy nagy szobát válasszunk, ahol kényelmesen elférünk, akár lehet egy apartman is, illetve én nem szoktam ultra all inclusive-ra befizetni, sokkal inkább egy reggelire és egy vacsorára, azaz félpanzióra, amennyiben gyerekkel vagyunk. Fontos, hogy legyenek a gyereknek olyan lehetőségek, ahol a gyerek tud játszani, ez akár lehet egy nagyobb gyermekmedencés rész, akár bármilyen olyan vízisport lehetőség, vagy akár vannak olyan szállodák is, ahol vannak állatok, lehet pónilovagolni, vagy bármi egyéb dolgot csinálni, és kifejezetten vannak olyan családbarát helyek, ahol erre animációs programok is vannak, játszóház akár, vagy bármi más. Ez remek segítség, amikor egy picit te meg szeretnél pihenni, a gyerek pedig föl van pörögve és szeretne játszani. Na pont az ellentétje ez annak, amikor kettesben utazol a pároddal, akkor mindenképpen felnőtt barát szállodát ajánlok, ahol nincsenek gyerekek. Hiszen amikor éppen ki szeretnél szakadni a pörgős, zsivajos életedből, akkor nagyon bosszantó tud lenni, amikor mondjuk nem tudsz pihenni pont a gyermek zsivaj miatt, vagy éppen a wellness tele van gyerekekkel, és nem tudtok kettesben időt tölteni. Nekünk egyébként erre hatalmas kedvencünk az Erla Villa, ami Egerben található, és oda rendszeresen visszatérünk a férjemmel 2 napokra, de kizárólag felnőttek mehetnek, felnőtt barát, csönd van, nyugalom van, moziszoba van, biliárd van, wellness van, és csupa olyan dolog, ami tényleg tökéletes feltöltődést biztosít. Mi egyébként szeretjük megszervezni precízen az utazást. Például meg szoktuk nézni, hogy mit szeretnénk, milyen turisztikai látványosságokat, vagy éppen milyen szép természeti dolgokat szeretnénk megnézni, amik a környéken vannak, és mi mindig egy központi helyre foglalunk egy szállodát, majd onnan csillagtúrázunk, hogy semmi ne legyen messzebb, mint mondjuk 1 órányi út. Tájékozódunk előre ugye a nyitvatartásról, hogyan kell jegyet venni, hogyan tudunk oda feljutni, lehet-e egyébként gyerekkel menni, nyitva vannak-e egyáltalán, és természetesen közrejátszik az időjárás is, hiszen ha jó fotókat szeretnénk készíteni, akkor fontos, hogy ugye napsütésbe menjünk, és mondjuk ne egy esőbe. Ugyanilyen fontos az öltözet is, hogy mit viszünk, hiszen mást viszek egy túrázós kikapcsolódásra, meg mást viszek akkor, hogyha egy luxus szállodába szeretnék lemenni mondjuk vacsorázni. Teljesen más öltözetet kíván, és kicsit olyan bután is néz ki, amikor az ember elmegy túrázni egy nem oda illő öltözetbe, úgyhogy javaslom emiatt, hogy előre tervezzétek meg a programokat. Mi egyébként abszolút az aktív pihenésnek vagyunk a híve, és imádjuk felfedezni a környéket, akár sétálva, akár biciklit bérelve, akár futva, több kilométert is megteszünk úgy, hogy bejárjuk a környéket, akár gyerekkel, akár gyerek nélkül, és abszolút aktívan pihenünk. Tudom, hogy van az a típus, aki szeret úgy pihenni, hogy tényleg fekszik a napágyon egész nap, és ezzel nincs semmi probléma, de azt gondolom, kár lenne kihagyni azt a rengeteg szépséget és látványosságot, ami körülvesz minket, nem beszélve arról, hogyha mondjuk egy napot eltöltesz passzív pihenéssel, akkor talán nyugodtan be lehet vállalni egy nap aktív pihenést is. Próbálj ki például új sportokat. Szerintem kiváló lehetőség ez a párnapos kiruccanás arra, hogy akár bérelj egy biciklit, vagy egy rollert, vagy egy
alap lovaglóórán vegyél részt, vagy akár kipróbáld a vízisít oktatóval, vagy akár, hogyha télen utaztok, akkor kipróbáld a síelést, hogyha még soha nem volt a lábadon síléc, és ehhez is abszolút profi oktató gondoskodását ajánlom neked, hiszen egyedül azért nagyon nehéz ebbe belefogni. Így nagyon-nagyon föl tudsz töltődni a pár nap alatt, és gyakorlatilag be tudod úgy járni az egész környéket, hogy nem csak egy szállodából tudsz fotót készíteni, hanem mindenhonnan máshol is. Egyébként nekem van erre egy Holiday Workout nevű edzésprogramom, ami kifejezetten arról szól, hogy hogyan barangold be a környéket úgy, hogy közben végzel különféle edző gyakorlatokat. Ez semmilyen eszközt nem igényel, és tényleg egy 30 perces kis mozgásprogramról van szó, amit séta közben is el tudsz végezni a padokon, vagy akár a lépcsőkön. Hogyha ez érdekel, akkor nyugodtan töltsd le a programot, a leírásban megtalálod a linket. Úgyhogy érdemes előre tervezni, anyagilag is, időjárás szempontjából is és programok tekintetében is, illetve érdemes egy picit kilépni a komfortzónádból, hiszen tudom, hogy néha fáradtabban jövünk haza egy ilyen aktív pihenésből, mint ahogy elmentünk, de nem mindegy, hogy ez egy fizikai vagy egy mentális fáradtság. Lehet, hogy fizikailag elfáradsz, hiszen egész nap mentél akár 15-20 ezer lépést is, de ezek az élmények és emlékek annyit adnak neked, hogy azt gondolom abszolút megéri, hogy egy picit fáradtabban gyere haza, és nem mindegy, hogy mentálisan fáradsz el, vagy éppen fizikálisan, mentálisan garantáltan föl fogsz töltődni. És szerintem egyébként egy hosszú távú párkapcsolatban, vagy akár a családi életben pont ezek az élmények és emlékek azok, amik összetartanak minket, amik kilendítenek a mélypontokból, és amik picit előrébb visznek. Hiszen egy gyerek is mindig erre fog emlékezni, ezt fogja emlegetni, hogy emlékszel anya, amikor itt voltunk, és ezt láttuk, és azt csináltuk, és nem azt fogja emlegetni, amikor éppen otthon vasaltál, vagy takarítottál. Tehát azt gondolom, hogy megéri beletenni ezt a pici plusz energiát, nem beszélve a párkapcsolatodról, amikor tényleg úgy jössz haza, hogy újra egymásra vagytok hangolódva, és ez azért ki tud tartani sokáig, hogyha beiktattok időről időre, tudatosan és megtervezve ilyen pici kiruccanásokat, mini holidayeket. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok!